Kedves testvéreim, boldog, szent, áldott húsvétot! Így köszöntötte Ferenc pápa a római Szent Péter teret zsúfolásig megtöltő, a világ minden tájáról érkező híveket. Elmondása szerint Jézus feltámadása képezi a keresztény hit alapját. Ez az evangélium csúcsa, ez a kiváltképpeni örömhír. Jézus a keresztre feszített föltámadott. Ez az esemény képezi hitünk és reményünk alapját. Ha Krisztus nem támadt volna föl, akkor a kereszténység elveszítené értékét. Az egyház egész küldetésének elapadna a lendülete. A katolikus egyház feje arra kérte a feltámadt Jézust, hogy vessen véget minden háborúnak, ellenségeskedésnek. Szíriáért imádkozott, és az iraki testvérháború áldozataiért. Közép-Afrikáért és Venezueláért. Kiállt az izraeli-palesztin béketárgyalásokért, valamint az ukrán konfliktus békés megoldásáért. Feltámadásod által. Amelyet idén együtt ünneplünk a Julianus naptárt követő egyházakkal, kérünk, világosítsd meg és ösztönözd a békeszerzés ukrajnai kezdeményezéseit, hogy minden érdeket fél a nemzetközi közösség támogatásával megtegyen mindent, hogy elkerülje az erőszakot, s az egység és a párbeszéd szellemében építse fel az ország jövőjét. A pápa latin nyelven adta Urbi et Orbi áldását Rómára és a világra. Et Fili, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. Amen.